Tisztelt Országgyűlés, soron következik a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának és a megváltozott munkaképességű személyek munkaerőkölcsönzés keretében történő foglalkoztatásának elősegítéséről szóló törvényjavaslat általános vitája lezárásig. Tisztelt Országgyűlés, most képviselői felszólások következnek. Ezek első körében a vezérszónoki felszólásokra kerül sor. Elsőként megadom a szót Pócs János képviselőnek, Fidesz képviselőcsoport. Köszönöm a szót, elnök úr, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim! A 25 év alatti fiatalok foglalkoztatása egész Európában komoly problémát jelent. Például Görögországban, Spanyolországban a fiatalok 53-54%-a munkanélküli. Magyarország ebből a szempontból egyre jobb mutatókkal rendelkezik, hiszen a munkahelyvédelmi akciónak tulajdoníthatóan mintegy 150 ezer fiatal foglalkoztatása valósult meg. 2010-hez képest 15-24 éves fiatalok foglalkoztatása 40-50 ezerrel javult. Ez köszönhető többek között annak, hogy a magyar kormány már számos, kifejezetten fiatalokra koncentráló intézkedést tett. Magyarországon a 25 év alattiak tanulása mellett a munkavégzés azonban alacsony szinten van. Alacsonyabb, mint előttünk, tőlünk nyugatra, ezért ezen a területen is van feladatunk. 2012 végétől, az első munkahely garancia program kezdetétől elkezdődött nőni a foglalkoztatás a fiatalok esetében is. 2013-ban életbe lépett a munkahelyvédelmi akció, melynek sikerét jelzi, hogy annak révén mára több mint 890 ezer ember közöttük, mintegy 150 ezer fiatalt foglalkoztatnak. Sok munkalehetőségtől és tapasztalat hiánya miatt esnek el a fiatalok. Ezért az első részletben 2016. júniusáig összesen 40 milliárd forintot fordítunk az ifjúsági garancia programra. Magyarországon évente átlagosan 180-200 ezer tanuló vállal valamilyen alkalmi munkát, akiknek jelentős része legalább 130 ezer fő iskolaszövetkezetekben dolgozik. Az iskolaszövetkezeti foglalkoztatás speciális foglalkoztatási forma, amely éppen a rugalmassága miatt képes a tagok igényeihez, képzettségéhez és időbeosztásához igazodva munkatapasztalatot és pénzbeni lehetőséget biztosítani a tanulóknak. A javasolt rendelkezés egyértelművé teszi, hogy a társadalom biztosítási ellátásokkal kapcsolatos jogosultsági szabályok és szociális hozzájárulási adó megfizetése aluli mentesség szabálya a tanulói vagy a hallgatói jogviszony fennállásához kötődik, melyben beletartozik a tanuló vagy a hallgató 25 éves életévének betöltéséig a tanulói, a hallgatói, a jogviszony szüneteltetésének időtartama is. A javaslat célja, hogy ezen passzív jogviszonnyal rendelkező tanulók és hallgatók is megkapják ugyanazokat a kedvezményeket az iskolaszövetkezeten keresztül történő munkavégzés során, mint amelyeket az aktív jogviszonnyal rendelkező nappali tagozatos hallgatótársaik megkapnak, és ezáltal képesek legyenek munkavégzés útján önmaguk ellátásáról ezen időszakban is folyamatosan gondoskodni. A megváltozott munkaképességű munkavállalók a munka világában történő reintegrációja olyan kiemelt össztársadalmi feladat, amelyet minden munkáltatónak elő kell segítenie. A magyarországi foglalkoztatási viszonyok a munkaerő kölcsönzés vonatkozásában azt a tendenciát mutatják, hogy a kölcsönvevők a munkaerő megrendelése során alacsony számban igénylik a megváltozott munkaképességű személyek kölcsönzését, sőt, bizonyos esetekben kifejezetten elutasítják az ilyen személyek foglalkoztatását. Így tehát az, hogy a megváltozott munkaképességű személyek a munkaerő kölcsönzés keretében történő foglalkoztatása nem, vagy csak igen kis számban valósul meg, sok esetben nem a kölcsönbeadó felelőssége és nem az ő döntésén múlik. Nincs arra vonatkozó eset, akár az Egyenlőbánásmód Hatóság, akár a bíróságok gyakorlatában,
hogy a kölcsönvevőt minősítenék a munkáltatónak az egyenlő bánásmód követelményének a megtartására és a meg nem tartás jogkövetkezményének tekintetében. Így az egyenlő bánásmód követelményének a munkaerő kiválasztása vonatkozó része tekintetében a kölcsönvevő, a kölcsönadó egyetemlegesen felelni fog, így egy-egy munkavállaló visszaküldése, a fel nem vétele a szolgáltatási igénybevevő felelőssége is lesz a jövőben. Ennek következményében előreláthatólag több ezer fővel bővülhet a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása. Ezen gondolatok és tények jegyében kérem tisztelettel a képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot. Elnök úr, köszönöm a szót. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt Országgyűlés. Megadom a szót Gur Nándor képviselőnek, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első az, hogy visszaemlékezünk 5 évvel ezelőttre, Orbán Viktor szavaira, más fideszes képviselők szavaira, akik azt mondják, harsogják, 1 millió új munkahely a gazdaságban, a versenyszférában. Ez azért fontos tételmondat, mert nyilván, hogyha a versenyszférában születtek volna új munkahelyek, mondjuk most 5 év távlatában 500 ezer, persze a kormányszövő képes arra, hogy ilyet mondjon, leírasson, hirdetésbe tetesse, mikor a valósággal semmilyen összhangban nincs ez a számadat. Ha ez bekövetkezett volna, akkor nem hagyták volna el 100 000-vel Magyarországot. Nem lett volna annyi gazdasági menekült, mely gazdasági menekülteknek messze döntő többségét a fiatalok adják. Csak azért, hogy a logika követhető legyen, ezért hozzá kell tennem rögtön azt is, hogy azok a fiatalok, akik így kényszeredett helyzetükből fakadóan elhagyták az országot a saját családjuk megélhetése érdekében, azok, akik egy évnél nem régebben dolgoznak külföldön, azok a magyar statisztikában, amire ön hivatkozik, abban szerepelnek. Magyarul számozték őket, gazdasági menekülté tették őket, és mivel odakint munkalehetőséget kapnak, és pénzt keresnek, akik nem egy évnél régebben teszik folyamatosan mindezt, hanem egy évben belül, azok a magyar statisztikában szerepelnek, mint foglalkoztatottak. Amiről ön beszél, hogy mondjuk egy 2010-es állapothoz képest 40 ezer fős növekményről lehet számot adni a fiatalok esetében, itt a 15-24 éves korosztály intervallumát érinti ez a számadat, akkor ezzel szemben, hogyha megnézzük azt, hogy mennyien vannak, akik külföldön kényszerültek munkát vállalni, és ebbe a magyar statisztikában benne vannak, hát már eltűnt ez a 40 ezer, sőt, már mínuszban vagyunk. És ezt a mínuszt még tovább növeli az is, csak hogy érthető és világos legyen, hogy ha van munka, akkor az a munka igazából a közfoglalkoztatás szintjén jelenik meg, ahol többletfoglalkoztatást tudnak felmutatni, és ebben is a 15-24 éves korosztály több tízezer fővel érintett. Akkor ha most ezt a logikai sort szummázzuk, az eszenciáját megfogalmazzuk, akkor az látszik, hogy sajnálatos módon ez a korosztály nem pozitív haszonélvezője, hanem kárvallottja, elszenvedője ennek a történetnek, mármint annak a történetnek, amit önök az elmúlt 5 esztendőben csináltak Magyarországon. Most normál időkeretben történő felszólásokkal folytatjuk munkánkat. Megadom a szót Pócs János képviselő úrnak, Fidesz képviselőcsoport. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm a szót, elnök úr. Elnézést azért a késői órákban, de úgy gondolom, hogy Gur képviselő úrnak egy kijelentése mellett, az összes többi, de főleg egy kijelentése mellett azért nem mehetünk el szótlanul. Amikor Gur Nándor képviselő úr azt mondja, hogy ennek a történetnek a fiatalok a kárvallottjai, akkor Gur Nándor képviselő urat szeretném emlékeztetni arra, bármennyire szeretné azt a látszatot kelteni, hogy 2002 óta a Fideszon kormányon nem így van. És szeretném
két komoly szemlélettel összehasonlítani azt az időszakot, amikor önök voltak kormányon, és amikor mi vagyunk. Tudjuk, hogy Gúr Nándor képviselő úr és társai legfőbb erénye a riogatás. Emlékszünk erre, amikor a 23 millió románnal riogattak, elveszik a nyugdíjat, a kórházokat, majd utána ők hozták a receptfelírási díjat, a vizitdíjat, meg a gyógyszerfelírási díjat, és még hosszan folytathatnánk. Igaz, hogy az önök erényébe, egyáltalán a szótárába sem tartozott az, hogy munkahelyvédelmi akcióprogram. Képviselő úr, riogathatnak önök azzal, hogy a fiataloknak az elvándorlása milyen jelentős. Csak tudja a fiatalokat megtartani legelsősorban a magyar munkahelyek tudják. Igaz a magyar munkahelyekre, hogy nem tudnak dupláját fizetni, mint Ausztriába, Svájcba, Németországba vagy Franciaországba. De ez a kormány nem üzente meg a munkavállalóknak, a munkáltatóknak, a fiataloknak, hogy el lehet menni, ahogy önök, ön és az ön miniszterelnöke annak idején megüzenték. Bizony, ennek isszuk a levét. De már az is nagy dolog, hogy ezek a cégek ma már nem elmennek, hanem Magyarországon fejlesztenek, Magyarországon terjeszkednek. És a munkahelyvédelmi akcióprogramnak köszönhetően, bármennyire is savonyú önnek a szőlő, 2010-hez képest 40-50 ezerrel több fiatal dolgozik. És képviselő úr, nem a kormány bántja, nem az államtitkár urat és nem ezt a programot bántja, hanem a fiatalokat. Azokat a fiataloknak, akik haszonélvezői lesznek, annak a 40 milliárd forintnak, amit az új ifjúsági garancia program biztosít számukra. Ha önök, amikor kormányon voltak, használni nem tudtak, ha ellenzékben használni nem tudtak, akkor legalább ne ártanának a fiataloknak. Persze az önök szempontját meg lehet érteni, meg kell érteni, tartja a népi mondás is, nehéz valakiről elhinni, hogy igazat mond, ha tudjuk, hogy a helyében hazudnánk. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, képviselő.